Jó estét kívánok! Kérem, foglalják el a helyüket, akik még nem tették. Az arcokból ítélve sokan jártak már nálunk, de azért elmondom, hogy önök a Vera és Donald Blinken nyílt társadalom archívumban, közismert rövidítésével az OSA-ban vannak. Ez az intézmény, talán szintén tudják, a Közép-Európai Egyetem, vagyis a CEU része, egy olyan intézmény, amely Budapesten működik. Ez fontos hangsúlyozni mostanság. Igen, erről nincsen szó, belátható jövőben itt fog működni. Önök pedig, ahol ülnek, az archívumnak a galériája, a centrális galéria, ahol egyébként kiállítások, filmvetítések és egyéb kulturális programok zajlanak. Hogy miért vagyunk itt, azt nyilván tudják, kaptak is meghívót, és ki is van vetítve, valamint ezt a könyvet több példányban látták már itt, és remélhetőleg forgatják is, és az sem véletlen, hogy miért pont itt történik ez az esemény, mert Elbert Mártának, a könyv szerzőjének és a Fekete Doboz Alapítványnak komoly köze van az archívumhoz, illetve az archívumnak van köze a Fekete Dobozhoz, tehát kölcsönös a kapcsolat. Én Széke Iván vagyok, ennek az intézménynek a munkatársa, az önök házigazdája mai estén. És akkor kezdődjön is a program. Bye.
László, gépkocsi kísérő, élt 37 évet. Andi József, gépmunkás, tartalékos főhadnagy, élt 34 évet. Angyal István, építésvezető, élt 30. Bóbek Károly műszerész, kivégezték 1957-ben, élt 24 évet. Bóti József Kovács, kivégezték 1958-ben, élt 20 évet. Bognár Ostó, csapatszámító zsűrő, Végvári József rendőrőrnagy vagyok, belügyminisztérium állambiztonsági szervének belső elhárításon területen dolgozó egyik tisztje. Hát félek, most is félek. Az láthatatlan kéz, ami a mi szervezetünket jellemző, az akadályozó, korlátozó, megelőző, megszakító tevékenység, bomlasztás, nyílt leleplezés, vagy akármi. Hát ez mind, hát rólam bármit fognak ezentúl terjeszteni, hogy vagy leköp a legjobb barátom is, hogy nyilatkoztam nektek. Na most ez a felvétel, ez azért is készül, hogy megvédjünk téged. És ettől félek, mert nekem is, én nekem soha nem loptam, soha nem csináltam törvényelleneset. Én kulturális területen dolgoztam, meg lehet mondani, hogy zenei területnek voltam az elhárító tisztje. Én biztos, hogy nagyon is hajzaárulás büntetét követem el. Hát titeket, mivel esetleg te megmondtad valakinek, utána nyomoznak, a más is tudóan a titeket, illegális behatolás, államtitkok kifürkészése, börtön vagy tárgyalás, de katonai bíróságon. Tehát nem... Na most ez most is kinéz tulajdonképpen nekünk ez a dolog. American history and practical man. And the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Into the slot. You gotta hear something that's really hot.
Kérném Elbert Mártát, hogy fáradjon ide, át is adom neki a mikrofont, és szóljon néhány szót önökhöz. Elnézést kérek, hogy én ragadom magamhoz a szót, de három dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy ez a könyv nem lehetne kész, és nem lehetne itt most, hogyha a Frankl Zsinagóga Alapítvány nem támogatja Kivovics Péter vezetésével, és Verő Tamás Rabbi, aki mellett állt, hogy ez a könyvfilm, ez a könyv elkészülhessen. A másik, hogy akkor azért lehetünk itt, mert az OSA munkatársai teret és lehetőséget adtak erre az estére. És hát ezúton is szeretném nagyon megköszönni, hogy itt lehetünk. A harmadik dolog, amit mondani szeretnék, hogy ennek a könyvnek a gondolatának is a kezdetétől végigkísérte, végigdrukkolta a legjobb barátnőm Surányi Vera, aki aznap halt meg, mikor a nyomdába elkezdték nyomni. És leállítottuk, vagy sikerült állítani, és egy lapot sikerült kicserélni a könyvben, hogy Vera emlékének ajánljam ezt a könyvet. Én nagyon szépen köszönöm Kardos Istvánnak és Gábornak, a könyvkiadójának, hogy ezt nekem lehetővé tették. Akkor visszaadnám a szót. Most pedig megkérlek Márta, hogy foglalj helyet itt a színpadon, itt lehet fölmenni. Megkérem Magyar Bálintot, hogy ő is legyen szíves fölfáradni. Magyar Bálint, akit szintén sokan ismernek, a valamikori demokratikus ellenzék prominens tagja, sokszor fölvillant ezeken a képkockákon. Továbbá Sándor Erzsit is kérem, hogy fáradjon föl, aki rádiós műsorvezető, újságíró, és sok más egyéb mi voltában is kérjük, hogy jöjjön föl. Most nem ilyen sapkában jelennek meg, hanem mind a ketten Elbert Márta barátai, és Bálintot meg arra kérjük, hogy röviden mutassa be a könyvet, és utána egy beszélgetés következik Sándor Erzsi moderálásával. Köszönöm szépen, jó estét kívánok én is mindenkinek, és köszönöm Mártának a bizalmat, hogy megkért erre a feladatra. Ez először történik életemben, hogy könyvbemutatón éppen könyvet bemutatok. Azt kell mondjam, hogy egy egész egyszerű kijelentés, hogy én nagy élvezettel olvastam ezt a könyvet, miközben az ember tudja, hogy a önéletrajzi műfaj az egy elég kényes műfaj. Tehát és az önéletrajzi műfajnak a buktatóit Mártának azért sikerült elkerülnie. Ennek pedig az egyik fontos tényezője az, hogy ezt meg tudta tenni, hogy megtehette, hogy némi iróniával és öniróniával tekintett magára, a saját életére is, és arra a sorsra, ami aztán ebben a könyvben tükröződik. Hát már maga a kezdés, tehát hogyha azt a szóösszetételt ízlelgetjük, hogy
hogy árkalkulátor a szőrmegyárban, akkor ez már rögtön egy őrkény novellát idézne föl bennünk, és az egésznek az abszurditását, hogy onnan hogy lehet eljutni mindoda, ahova, amiről ez a könyv végezetül is szól, és hát persze van egy magyarázat is a könyv legelején rögtön arról, hogy hogyan járt moziba, hogyan spórolta meg a pénzt arra, hogy eljusson a moziba. 35 fillér volt, ahogy ha jól emlékszem a könyvből, ugye a villamosjegy, amelyet gyaloglásra kiváltott és moziba járt, de hát ez még nem jelentette azt, hogy közelébe kerülhetett volna a filmeknek. Hát a döntő változás bizonyos értelemben a 71-es vadászati világkiállítás hozta, ahol komoly árkalkulátorként oda került arra az eseményre, aminek most majd néhány év múlva az 50. évfordulóján lesz egy újabb túlárkalkulátorokat keresnek arra a vadászkiállításra, de ott még árkalkulátorként került a szőrmegyár alkalmazottjaként oda, és onnan egy, hát mondhatnám véletlen folytán került kapcsolatba a filmezéssel is, és befutott egy utat, aminek hát a különböző műfajai azok szinte meghatározták így az életének a folyamát, ugye árkalkulátorból kezdődött, produkciós pénztáros, majd felvételvezető, gyártásvezető, operatőr és filmkészítő, az azt jelenti, hogy valahogy egy alkotás folyamatában egyre beljebb kerül, egyre inkább a sűrűjébe, és ezt tükrözi is a könyv. Ugyanakkor az alkotás az egy intim műfaj, és vannak olyan műfajok, amelyekben ezt egyedül űzi az alkotó, és van, ahol csapatban, tehát a film és a színház ez csapatmunka. És ennek a csapatmunkának tényleg az a lényege, hogy bármilyen szerepbe is kerül valaki kapcsolatba azzal, amit egy ilyen alkotó csapat csinál, az egyszer egy hihetetlen bensőséges dolog, eufórikus dolog, és a legkülönbözőbb szerepekben átélhetővé válik a nagyszerűsége egy folyamatnak. Még akkor is, hogyha megint némi távolságtartással jelzi is azt a könyvben Márta, hogy melyek voltak azok a produkciók, amelyek esetleg nem voltak olyan sikeresek. De bent lenni egy ilyen csapatban az azt jelenti, hogy egyszerre több történet forog az emberrel együtt, és ezt visszaadja a könyvnek, visszaadja az a ritmusa, azok a, hogy mondjam, egyperces vagy félperces kis novellák, amelyekben egyszerre a saját életéről van szó, egyszerre az alkotóknak az életéről, egyszerre az alkotás sztoriáról, a fikcióról, ami az első szakaszt illeti a fikciós filmeket, játékfilmeket, és egyszerre aztán, ahogy később kitekintünk, amikor már tágabb környezetben zajlik ez a történet. Hát ugye föl lehet osztani három igazán meghatározó szakaszra a könyvből is, ahogy kibontakozik az élet, egyik a játékfilmek periódusa, mondjuk most durván a 70-es évek, aztán jön a dokumentumfilmeknek az időszaka, a 80-as évek, és aztán a 80-as évek végétől a fekete doboznak az időszaka. Mindegyik háromféle viszonyt is tükröz egyébként a filmezéshez, és a könyv címe egyébként a kiskamerás történetek, az nem pusztán a technikára utal, hanem arra az önreflexív magatartása is, ahogyan saját magát behelyezi ezekbe a történetekbe. Ugye a filmes korszaknak az első időszaka, és jelzi azt, hogy kik azok, akik ott megjelennek, most nem feltétlenül a színészeket sorolnám fel, de a rendezőket, Horváth Ádám, Révész György, Szabó István az első hullámban, hogy aztán a második filmes hullámban ugye Mészáros Márta mellett Sándor Pál, és még jó néhányan megjelennek. Ez adja azt az időszakot, amikor mondhatnám, hogy az életének ez a kerete, még a játékfilmekben az a fikciós környezet, amelyben a történetek, fiktív történetek, amelyeket a játékfilm elmond. Találkozás ugye a 70-es évek közepén Schiffer Pállal, Cséplő Gyuri, valahogy itt is láttuk, az csak először felvillantja, majd aztán a 70-es évek végétől, 80-as évek elejétől a
paraszti élet filmdokumentációs sorozatban, amikor már Schiffer Pállal, Simó Sándorral közösen, de aztán Simó Sándor ebből a projektből kilépett, tehát Schiffer Pállal csinálta végig. Az már a dokumentumfilmeknek az időszak, amikor egy megmártózás a valóságban. A szerepek is változnak ezzel együtt, amit Márta betölt, közelebb kerül ezzel. Itt már gyártásvezetője, kvázi minden esze ezeknek a filmeknek. Majd pedig a 80-as évek végétől, ahol Jávor István Pityesz egy kis kamerával jelentkezik, hogy videó segítségvel, videóval, hát már az éppen felbomló kommunista rendszernek az eseményeit örökítsék meg, akkor már bizonyos értelemben résztvevői is ennek a történetnek. A játékfilmes, fikciós időszakból átmegyünk a dokumentaristában egy megfigyelő szerepben, majd onnan bizonyos értelemben részei ennek a folyamatnak. Nem lehet azt mondani, hogy csak filmezik, hiszen ezek a filmekkel maguk is borzasztó erősen alakítják mindazt, ami történik. A fekete doboz időszaka, ebből is látunk jó néhány részletet, ugye 87-től hát megerőkíti a rendszerváltásnak az eseményét. Közben még két fontosabb idézőjelben kirusszanás, vagy párhuzamos történet zajlik a BBS-sel, a Balázs Béla stúdióval, és annak a szereplőivel, az első szakaszban az új zenei stúdió Tar Béla és másokkal kerül kapcsolatba, majd aztán a második időszakban Csillag Ádámmal, illetve csinálnak olyan filmeket, illetve Forgács Péterrel, mind műfajában új típusú dolgok, és hát ezen keresztül újfajta formákkal ismerkedik. A fekete doboznak a születését ugye egyrészt lehetővé tett ez a technika, amit Jávor Pityesz révén jutottak hozzá, és kvázi közös vállalkozásként elkezdték, de ugyanakkor otthont adott neki, és lehetővé tette, hogy már egy legalizált kvázi online folyóiratként működjön a pénzügykutató intézet, amelynek a története megint megérne egy másik misét. Látszik az, hogy hogyan fonódnak össze ezek a kezdeményezések a rendszerváltás során. Majd a rendszerváltás folyamában az egyik központi része a fekete doboz működésének, az ellenzéki kerekasztal tevékenységének a dokumentálása és felvétele. Abban az időben azért sikerült annak a 9 szervezetnek együttműködnie olyan módon, hogy amit ott eldöntöttek és amit megszületett, az kifelé nem volt kiszivárogtatva, általában közösen nyilatkoztak azokra a taktikai elemekről, amelyekben megállapodtak, és egy hihetetlen bizalmi viszont tételezett fel az, hogy beengedték a fekete dobozt a felvételekre, hogy ezt tudja dokumentálni. Én azt hiszem egyedülálló dokumentuma ez bármilyen posztkommunista rendszerben a rendszerváltás folyamatának. A fekete doboz ugye folytatta a tevékenységét már újra megint, hol a fekete doboz keretében, hol már, aztán később már együtt olyan dokumentumfilmes vállalkozásokban is, amelyek talán jobban el voltak látva, és állami támogatásban is részesültek, de jellemző az ellenzéki kerekasztal dokumentumainak a története, hogy egészen 97-ig nem lehetett nyilvánosságra hozni az ott készült felvételeket. Ha jól tudom, azóta se játszotta le semmilyen televízió azt az 5x1 órás filmet, amit a fekete doboz készített ebből, de a forgatókönyvek, illetve a dokumentumok azok nyomtatott formában azután is elérhetővé váltak. Tehát ez a könyv, még egyszer megismételve, az, hogy az a, hogy mondjam, önreflexió
ironikus, önironikus távolságtartás és mégis belemerülés ezekbe egy rendkívül élvezetes olvasmányt jelent, amelyben egyszerre látszik az, hogy valaki hogyan tudja a saját életét irányítani, és hogyha van valami vágya, az végül is hogyan éri el, egy alkotó csapatban hogyan tud feloldódni, és aztán maga is hogyan generál olyan kisebb közösségeket, amelyben megtalálja magát. Bizonyos értelemben irigylésre méltó történet, mert amit Márta kitűzött magának, vagy amiután vágyakozott, azt ő megalkotta, és az megteremtette, és az végül is maradandóbb dokumentumként, mint az a demokratikus rend, amelyben hittünk mindnyájan annak idején, még a rendszerváltás fordulján. Úgyhogy én is csak nagy örömmel és szeretettel szeretném ajánlani mindenkinek, hogy vásárolja meg és olvassa a könyvet hasonló jókedvel, ahogyan én tettem. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Bálint sok mindent elmondott a könyvről, meg a könyv mögötti történetekről, de még több mindenről még nem esett szó, és erre ezért kérjük meg Sándor Erzsit, hogy moderálja ezt a beszélgetést Mártával, illetőleg Magyar Bálinttal. Utána egyébként kérdések föltevésére és rövid válaszokra is lesz mód. Tessék!